Uram, ne maradjon meggyalázva az elnyomott. Mária volt, mint Krisztus Urunk édesanyja, és ő is kiválasztott. Sokáig gondolkodtam arról, hogy ő miért kapta ezt a különös ajándékot és feladatot Istentől. Ma már sejtem. Mária, nekem csak Mária néni, gyönyörű volt, hittel teli, ami égszínkék szemének varázslatos csillogást adott. Mikor én megismertem, már túl volt a hetedik X-en. Amiért figyelmem központjába került, az a mindig mindenhol vidám és szeretetét csak úgy két kézzel szóró ember volt. Hogy lehet valaki mindig boldog? Ha megjelenik, csak úgy kipattan a társaság elé, köszönti őket egy-egy saját magaért versével, és mosolyog. Kíváncsi lettem. Persze úgy gondoltam, hogy gondtalan és minden bajtól mentes élettel könnyű mindig tanúbizonyságot tenni a töretlen hitről, az isteni gondviselésről. Aztán egy este beszélgetni kezdtünk. Mosolygott, és csodálatos leánykájáról beszélt, aki annyi, de annyi örömöt lopott életébe gyermeki egyszerűségével, közel 40 éven át. Amikor én készítettem a bábokat, leánykám mosolygott. Ő mindig látta bennük az életre kelő figurát, pontosan értette jellemüket. Mondta. Mi tagadás, nem rögtön fogtam fel a történetet. Gyermeki egyszerűséggel. Tettem fel magamnak a kérdést, de a következő mondatával már meg is kaptam rá a választ. Tudod, Katicám sérülten született. Mindenki bennem kereste a hibát, ő lett az én vétkem. Sokan elfordultak tőlem, engem gyaláztak, még a családomból is. Úgy éltünk, mint a megbélyegzettek. De Isten velünk volt. Ott volt Katica minden csodálkozásában, minden mosolyában. Ott volt az esti mesékben, a falon ingadozó árnyátékokban, a szobánk rejtekében. Ott volt az elkészített bábok minden öltésében, az életre kelt figurák mozgásában és hangjában. A paraván előtti gyermekek kacagásában, csillogó tekintetükben. Aztán kicsit elszomorodott. Mária néni égkék szeméből két könycsepp indult útjára, hogy ezüst hajával keretezett arcán megcsillanjanak a fények. Katica volt az egyetlen? Kérdeztem bátortalanul. Tovább beszélt, amiből megtudtam. A két könycsepp egy-egy gyermek emlékének adózott. Az első egy angyallává gyermeké volt. Persze a világ szemében ez is az ő bűneiről tanúskodott. De hogy mi az a bűn, amiért a kiságyból a mennyországba jutott csecsemő édesanyja lett a meggyalázott, azt senki nem tudta megmondani. Ítélkezni könnyebb volt, mint szeretettel felé fordulni. A második könycsepp egy szép szál férfivá vált gyermekért hullott. A sok elszalasztott együttlétért, örömért, hiszen Katica mindent vitt. A férfi vál egy gyermek sikeréért, boldogságáért, öröm és hála cseppje hullott. Mária volt, mint Krisztusunk édesanyja, és ő is kiválasztott. Ma már tudom, hogy ő miért kapta ezt a különös ajándékot és feladatot Istentől. Mária néni gyönyörű volt, hittel teli, ami égszínkék szemének varázslatos csillogást adott, még 70 éves korában is. És mindig mosolygott, amikor Istenről beszélt.